Proxy beállítás az adatbázisok otthonról való eléréséhez. Internet Explorer. Amennyiben ön aktív státuszú polgára egyetemünknek és otthonról szeretné használni a PTE Egyetemi Könyvtár által szolgáltatott internetes adatbázisokat, lehetősége nyílik arra, hogy ezzel a videónkban bemutatásra kerülő módszerrel kapcsolódni tudjon a Pécsi Tudományegyetem tartományaihoz. Ebben a videóban a Windows operációs rendszer környezetben futtatott Internet Explorer böngészőben való beállításokat mutatjuk be. Adatbázisaink sikeres otthoni használatához önnek a PTE egyetemi polgárának, dolgozójának vagy hallgatójának kell lennie, és érvényes olvasójeggyel kell rendelkeznie valamelyik könyvtári egységünkben. A videóban a klikkelési és egyéb végrehajtási pontokat piros koronggal jelezzük. A megnyitott böngészőben kattintson az eszközök menüpontra, majd a legördülő menüpontok közül válassza ki az internetbeállítások almenüpontot. Ekkor egy felugró ablakban megnyílik a böngésző beállításaihoz tartozó felület. Klikkeljen a kapcsolatok fülre. Ekkor az ablakban a kapcsolatok beállítási felület válik aktívvá. Itt keresse meg a helyi hálózati beállítások elnevezésű nyomógombot és kattintson rá. Ekkor az ön internet kapcsolatának beállítási lehetőségeinek felülete válik aktívvá. Ezen alapon keresse meg az automatikus konfigurációs parancsfáj használata funkciót, és aktiválja azt a felirat előtti négyzetbe való klikkeléssel. Amennyiben sikeresen aktiválta azt, gépelje be a videónkban látható módon a következő linket. http://dbproxy.lib.pte.hu/db.pac. Ügyeljen arra, hogy pontosan gépelje be a sort, ezért a gépelés után ellenőrizze le, hogy nem történt-e elütés. Ha végzett, nyomja meg az OK feliratú nyomógombot. Ekkor a proxy beállításra szolgáló ablak becsukódik, és az alatta lévő hálózati ablak felülete válik ismét aktívvá. Zárja be ezt is az OK feliratú nyomógombra való kattintással. Ha böngészőjében ezután szabadon elérhető tartalmú honlapra navigál, a PTE Egyetemi Könyvtár proxia nem kapcsol be. Amint valamely könyvtári oldalunkat szeretné meglátogatni, a proxy érzékeli azt, és egy felugró ablakban olvasói azonosítást kér. Ehhez szüksége lesz önnek a PTE bármely könyvtárában beiratkozáskor kapott érvényes olvasójegyére, illetve annak olvasójegy számára, valamint az ahhoz tartozó jelszavára. Felhasználói névként gépelje be az olvasójegyének számát. A jelszó alapesetben az ön által a beiratkozáskor megadott születési hónap és nap négyjegyű számmal írva. Amennyiben ön a beiratkozást követően az OPAK felületén a jelszót előzőleg már megváltoztatta, akkor a sikeres hitelesítéshez ezt a megváltoztatott jelszót kell megadnia. Amikor az olvasójegyének számát és a jelszót sikeresen begépelte, akkor az azonosítás befejezéséhez nyomja meg az OK feliratú nyomógombot. Amennyiben elgépelt valamit, vagy a hitelesítés nem volt sikeres, akkor a rendszer újra megjeleníti a hitelesítő ablakot. A sikeres hitelesítést követően a böngésző megjegyzi azt, és a böngésző végleges bezárásáig, vagy a számítógép újraindításáig nem lesz szüksége újabb hitelesítésre. Amennyiben olyan számítógépről internetezik, amelyet más, idegen személy nem használ, akkor a jelszómentést is választhatja. Ez esetben a számítógép legközelebbi bekapcsolása után a böngészőben lévő beállításoknak köszönhetően már nem lesz szüksége azonosításhoz, mert azt a böngésző a háttérben elvégzi. Kérjük, ne mentse el a jelszót olyan számítógépen, amit önön kívül más is használ. Ezek a beállítások érvényben maradnak, amíg ön meg nem változtatja jelszavát, vagy olvasójegyszáma meg nem változik.
Amennyiben más böngészőre vált, vagy frissíti a böngészője verzióját, akkor a hitelesítés elvégzése ismételten szükségessé válhat. Ha könyvtári weblapunk meglátogatásakor a hiba cache hozzáférés megtagadva feliratot lát, vagy ehhez hasonló hibaüzenetet ad a böngésző, akkor ellenőrizze a proxy beállításokat, hogy helyesek-e. Amennyiben úgy véli, hogy helyesen adta meg, de a proxy kiszolgáló mégsem engedi a tartalmat megjeleníteni, akkor valószínűleg a proxy kiszolgáló elérhetetlen vagy üzemen kívül van. Ez esetben célszerű mielőbb jelezni ezt a hibát a könyvtári rendszergazdáknak a videó végén megadott elérhetőségek valamelyikén. A bejelentést követően munkatársaink megkezdik a hiba elhárítását. A helyes proxy beállítást és az azonosítás sikerességét a honlapunk e-könyvtár menüpontjának e-források nevű almenüpontjára való klikkeléssel ki is próbálhatja. Ezen az oldalon találja meg adatbázisaink listáját és webes elérhetőségeit is. Videónkban próbaképpen az EBSCO-hoston végeztünk egy keresést. A megfelelő kapcsolódás esetén az adatbázis a keresési találatokat kilistázza, valamint a képernyő jobb felső sarkában az azonosított intézmény felirata meg is jelenik, jelezve ezzel, hogy a felhasználót a rendszer a PTE tartományán belülinek látja. Ez esetben a kutatómunka zavartalanul folytatódhat, és a felhasználónak minden PTS jogosultsága működni fog, mintha az egyetem tartományi területéről internetezne. Ha a keresésre az adatbázis belépési vagy előfizetési adatokat kér, akkor vagy sikertelen volt a proxy beállítás, vagy más okból nem sikerült kapcsolatot létesíteni a proxy kiszolgálóval, de az is előfordulhat, hogy az adott adatbázis csomaghoz nincs előfizetés, vagy csak korlátozott elérhetőségi előfizetéssel rendelkezik a Pécsi Tudományegyetem. Érdemes a keresést más adatbázisban is kipróbálni. Ha ott minden rendben működik, akkor nagy valószínűséggel az adott adatbázishoz nincs, vagy már lejárt a hozzáférése az egyetemnek. Ez esetben könyvtárunk adatbázis referense tud további tájékoztatást adni a videó végén megadott elérhetőségek valamelyikén. Reméljük, hogy videós bemutatónk segítségére lesz abban, hogy ön az otthonából sikeresen és kényelmesen használhassa az adatbázisokat. Köszönjük a figyelmét!